Köszöntöm a nézőket! Reménykedhetnek a devizahitelesek. Az Európai Unió Bírósága március 14-én értelmezte a magyar devizahiteleseket érintő jogszabályokat az uniós jogszabályok alapján. Hogy mit is jelent ez és mi várható, az esti mérlegben megtudhatják Várhelyi Tamás ügyvédtől. Tartsanak velünk! Mi történt most márciusban, az Európai Bíróság milyen döntést hozott? Egy úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárásba hozott ítéletet az Európai Unió Bírósága. Erről az előzetes döntéshozatali eljárásról azt kell tudni, hogy az Európa, ugye mi jelen pillanatban még Európai Uniós tagállam vagyunk. Az Európai Unió jogszabályai azok kötelezőek a nemzeti bíróságokra, és megelőzik egyébként a nemzeti jogszabályokat, tehát ezt úgy hívják, hogy nagyon szép neve van, ez az uniós jog primátusa, tehát az uniós jog az megelőzi a nemzeti jogot. Ha a nemzeti jog egyébként ellentétes az uniós joggal, akkor a nemzeti jogot a bíróság az előtte folyamatban lévő ügyben köteles figyelmen kívül hagyni, és az uniós jogot alkalmazni. Hogyha egy bíró azt észleli egy tárgyaláson, hogy az a jogszabály, ami alapján neki döntenie kellene az adott ügybe, az lehet, hogy ellentétes az Európai Unió jogával, akkor ő ez ilyen előzetes döntéshozatal iránti eljárással fordulhat az Európai Unió bíróságához, ugyanis az Európai Uniós jogot kizárólag az Európai Bíróság jogosult értelmezni. És az összes ilyen kérdés, hogy úgy kell-e értelmezni, hogy, tehát így kezdődnek a kérdések, hogy az adott uniós jogszabályt, az hogy kell értelmezni, ez az egyik része a dolognak. A másik pedig az a része, hogy az uniós jog megelőzi a nemzeti jogot, tehát hogy az uniós jog vagy a nemzeti jog összeegyeztethető-e az uniós jogszabállyal. És ha azt mondja a bíróság, hogy így kell értelmezni, tehát ez nem egyeztethető össze, akkor azt a nemzeti jogszabályt az figyelmen kívül kell hagyni. Ezzel kapcsolatban tett föl a Budai Központi Kerületi Bíróság bírója kérdéseket az Európai Unió Bíróságának. És akkor most mi történt? Az Európai Bíróság mit hozott az ügyben? Azt tudni kell, hogy több ilyen eljárás van folyamatban itt a devizahitelekkel, devizaalapú hitelekkel kapcsolatban az Európai Unió Bíróság előtt. Itt sorba érkeznek ezek az előzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítéletek. Ebben az ügyben gyakorlatilag az volt a kérdés, hogy összeegyeztethető-e az Európai Uniós fogyasztóvédelmi irányelvvel, ez a 93/13-as EGK irányelv, a fogyasztói szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről, hogy ezzel az irányelvvel összeegyeztethető-e a magyar devizahitel, összeegyeztethetőek-e a magyar devizahiteles törvények, ugye ez a 2014-ben a devizahiteles elszámolás kapcsán hozott jogszabályok, ez volt a kérdéseknek az egyik csoportja, illetve az, hogy összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával az, fogyasztóvédelmi irányelvvel, hogy a magyar legfelsőbb bíróság, a magyar kúria egyébként az alsófokú bíróságokra nézve kötelező hatályú jogegységi határozatokat hoz, és ilyen módon befolyásolja az ítélkezést. Ezek voltak a kérdések, ezekre válaszolt most az Európai Unió bírósága. És mik a válaszok akkor? Az első kérdés csoportra azt a választ adta, hogy itt nagyon lényeges volt az, hogy a magyar bírói gyakorlat és a jogszabályok is abba az irányba mutattak, és az volt a koncepció, hogy a szerződéseket bármi áron érvényben kell tartani. Tehát ez a kihagyunk belőle, beleteszünk, pótolunk, kiegészítjük, úgy számolunk meg, kiszámítható, tehát hogy mindenféle fajtaképpen a szerződések érvényben tartására kell törekednie a bíróságoknak, mert, mondta ezt a magyar kúria, a fogyasztónak nem szolgálja az az érdekét, hogyha a szerződést a bíróság esetleg megsemmisíti, mert akkor neki ott rögtön nagy összegű fizetési kötelezettsége keletkezik. Azt mondta, ez az egyik része, a másik, hogy egyébként a devizahiteles törvények ezeknek a szerződéseknek az Achilles sarkát, tehát az árfolyam kockázatból, az árfolyam veszteségből eredő veszteséget, ezt bármilyen módon érintették-e, vagy ez továbbra is vizsgálható.
És azt mondta az Európai Unió Bírósága, hogy az, hogy a szerződést érvényben lehet tartani, tehát hogy nemzeti jogszabály diszpozitív rendelkezésével kiegészíteni, behelyettesíteni, ez egy rendkívül kivételes lehetőség, egy rendkívül kivételes mód, abban az esetben, hogyha a szerződés teljes érvénytelenség és a szerződés megsemmisítése ellentétes a fogyasztó érdekeivel. De ezt meg csak a fogyasztó tudja megmondani. Tehát alapvetően a fogyasztónak kell tudni azt eldönteni, hogy ő szeretné érvényben tartani a szerződést, vagy éppen a teljes megsemmisítés az, ami az ő céljait jobban szolgálja. Ez az egyik része. Azt leírták, hogy ha az árfolyam kockázatról szóló tájékoztatás tisztességtelen, tehát az nem világos, nem egyértelmű, akkor az a főszolgáltatás részét képezi, ha az tisztességtelen és kiesik a szerződésből, akkor a teljes szerződés megsemmisítése az az egyetlen lehetőség, ami a bíróság számára nyitva áll. Tehát, hogyha az árfolyam kockázat, miről az árfolyam különbözet, az a devizalapú kölcsönnek egy lényegadó sajátossága, az nem jelent, tehát nem tartható fenn a szerződés, akkor, ha az árfolyam kockázatról szóló rendelkezés kiesik a szerződésből, tehát akkor meg kell semmisíteni a teljes szerződést. Ez az egyik része. A másik, ami nagyon fontos, az a jogegységi határozatokra vonatkozott. Ezt én úgy értelmezem, pontosabban ez van leírva, hogy a nem ellentétes az Európai Unió jogával az, hogyha a legfelsőbb bírói fórum, tehát a kúria a bíróságokra kötelező jogegységi határozatokat hoz, abban az esetben, hogyha ezzel egyébként az irányelv védelmi szintjét nem csökkenti. Tehát az irányelv, tehát a kúria jogegységi határozatai sem lehetnek ellentétesek a 93/13-as EK irányelve. Mi várható most itt az országban a devizahitelesekkel? Mit tudnak tenni most, hogy az Európai Bíróság válaszolt ezekre a kérdésekre? Tulajdonképpen itt két út van, az egyik egy rövidebb, a másik pedig egy beláthatatlan hosszúságú. A rövidebb út az, hogyha akár a jogalkotó, az lenne a legszebb, hogyha a parlament jogszabályt hozna ennek a jogegységi, vagy ennek az előzetes döntéshozatali eljárásba hozott ítéletnek a fényébe jogszabályt hozna, vagy esetleg a kúria módosítaná a vonatkozó jogegységi határozatokat. Ebben az esetben ez egy gyors és rövid befejezése lehetne. Születne egy átfogó megoldás, mert ugye itt a részletszabályokba elvesztünk az elmúlt 8 évben, hogy árfolyamrés, meg egyoldalú szerződésmódosítás, meg tehát volt egy csomó ilyen részletszabály, amik nem voltak jók, és egyébként ez az ítélet is ezt alátámasztja, hogy nem jók ezek a szerződések, de ezek részletszabályok. Ez lehet ragozni sokáig, mi kitalálunk valamit, a kúria hoz rá egy jogegységi határozatot, arra megint kitalálunk valamit, arra megint hoz egyet, közbeszól az Európai Bíróság, tehát ezt így csinálhatjuk nagyon sokáig. Az már a kezdet-kezdetén nyilvánvaló volt, hogy itt a legnagyobb érvágás és a legnagyobb problémát az árfolyamveszteség, korlátozás és nélkül adósra, fogyasztóra terhelése okozza. Tehát ez az egyetlen egy olyan pontja van a szerződéseknek, minden szerződésnek, autós, ingatlan, minden, amit nyilvánvalóan kezelni kellene tudni a rendszernek. Mondom, a gyorsabbik útja az, hogy erről születik egy jogszabály, amiben például a 2014-ben ugye az árfolyamrés és az egyoldalú szerződés módosítás kapcsán ezt a jogalkotó meg tudta oldani, hogy az árfolyamrés kérdésében egy megdönthetetlen vélelmet állított fel, hogy tisztességtelen, tehát ott ex katedra kimondták, hogy az árfolyamrés az tisztességtelen, és helyette a Magyar Nemzeti Bank árfolyama lép hatályba. Lesz a szerződés része, az egyoldalú szerződés módosításnál megdönthető vélelmet állított föl a jogalkotó, azt mondta, hogy a bankok elmehetnek a bíróságra, beperelhetik a magyar államot, és bizonyíthatják azt, hogy egyébként
az általuk alkalmazott egyoldalú szerződés módosítási feltételek azok tisztességesek, tehát hogy ők a világos, átlátható, okszerű oklistát közölték a fogyasztókkal. Ezt a vélelmet ők nem tudták megdönteni, innentől kezdve az egyoldalú szerződés módosítás és a jogszabály erejénél fogva lett tisztességtelen, ezért az árfolyamrés és az egyoldalú szerződés módosítás kapcsán már pert sem lehet indítani, tehát nem vitathatom azt egy perbe, hogy most az árfolyamrés ennyi, vagy annyi, vagy miért volt, vagy hogy volt. Ezeket már nem lehet peresíteni, hiszen ezeket a jogszabály rendezte. Akkor 2014-ben a legnagyobb falatot, az árfolyam különbözetet, az árfolyam kockázatot nem merte megugrani a jogalkotó, vagy nem tudom, hogy mi volt az oka, hogy ez a legnagyobb falat, ez kimaradt a jogszabályból. Most már több európai uniós bírósági ítélet, például tavaly szeptember 20-án a C51/17-es ugyanilyen előzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítélet, kimondta azt, hogy mikor lehet tisztességtelen, mit kell vizsgálni ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy az árfolyam kockázatra vonatkozó tájékoztatás az tisztességes vagy tisztességtelen. Semmi akadálya nincsen a 2014-es jogszabályok mintájára, hogy a jogalkotó ezt egyébként jogszabállyal rendezze, legyen egy elszámolás 2.0, számoljunk el bizonyos szintig a fogyasztó viseli, bizonyos szintig meg a bank viseli az árfolyam kockázatot. Mi a hosszabbik út? A hosszabbik út az azt jelenti, hogy minden egyes adósnak, aki úgy érzi, hogy tehát valami problémája van a szerződésével kapcsolatban, az egyénileg pert indít a pénzintézet, vagy az esetek jelentős részében már követeléskezelő cég ellen, és egyéni perben próbálja meg a saját álláspontját bizonyítani, és gyakorlatilag egyéni perek százai, ezrei alapján alakul ki egy joggyakorlat, ami utána már valamilyen szinten felgyorsíthatná az ügyeket, de hát az elmúlt 8-10 év tapasztalatai alapján a bíróság kapacitása ilyen mennyiségű pert azért nagyon nehezen tud kezelni. Mi az, amit most akkor tegyenek azok, akik devizahitelesek, tegyenek egyáltalán valamit, vagy most várjunk arra, hogy mi lesz? Én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy tartsák szárazon a puskaport, tehát hogy ne bagatelizálják el, hogy jó, hát úgyse fog történni semmi. Ami nagyon fontos, hogyha valakinek bármilyen életszakaszban van a szerződése, élő szerződés, felmondott, végrehajtási eljáráson folyamatban bármi, az akármit is szeretne ezzel tenni, az alapvető információkat saját magának gyűjtse be. Mennyit vett föl, mennyit fizetett vissza, stb. És az összes vonatkozó dokumentumot, szerződést, üzletszabályzatot, általános szerződés, közjegyzőket, azt gyűjtse össze. Tehát ha jogi képviselőhöz fordul, és most egy kicsit hazabeszélek nyilván, nekünk az a legnagyobb tehertétel egyébként, amikor, és élő példát mondok sajnos, hát ügyvéd úr, hát nekem van egy deviza alapú hitelem, nem mondja komolyan, tényleg? Melyik banknál? Hú, hát ő ezt már így nem tudja. Tehát azt nem tudta az ügyfél megmondani, hogy melyik bankkal kötött szerződést. Tehát ez így nem. Tehát szedje össze, legyen egy összekészített dosszié, amiben minden egyes releváns irat benne van, hogy akkor ebből tudunk dolgozni. És tudja azt, hogy mennyit vett föl, tudja azt, hogy mennyit fizetett vissza, stb. Mert ez alapján tudjuk én is és a kollégáim is azt eldönteni egyáltalán, hogy egyébként neki érdemese pert indítani például. Mert azt én számtalanszor elmondtam mindig, mindenhol, mindenkinek, hogy oké, hogy érvénytelen a szerződés, rendben van. Annyira soha nem lesz érvénytelen a szerződés, hogy azt sem kell visszafizetni, amit ő ténylegesen forintba megkapott. És erre rossz válasz az, hogy de átvert a bank. Nem. Pénzt adott, pénzt kaptunk, elköltöttük, vissza kell adni. Pont. Tehát az, hogy itt a kérdés az, hogy mennyit kell visszaadni, mert nyilvánvaló az, hogyha 8-szorosát meg 7-szeresét kéri vissza, meg elindultunk 30 ezer forint törlesztő részletből, amiből lett 194 ezer, az nem. Tehát ezeket nyilvánvalóan rendezni kell. De az, hogy valaki kapott
N millió forintot, visszafizetett 3 havi törlesztő részletet, és azonnal beszüntette a fizetést, mert őt átverte a bank, nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát mindenképpen foglalkozni kell a kérdéssel. Ez nagyon friss, ez a legújabb, ez a C118/17-es számú döntés, ez nagyon friss, ez március 14-én született. Meg kell várni a reakciókat. A Magyar Kúriának már volt rá egy sajtóközleménye ezzel kapcsolatban, de az még nyilván nem jogforrás. De hogy a bíróságok hogyan fogadják, mi lesz a visszhangja az egyes egyedi perekben, ez most az elkövetkezendő 1-2-3 hónapban fog kiderülni. Nyilvánvalóan hivatkozni fogunk rá, nyilvánvalóan alkalmazni kell a bíróságnak, mert még egyszer mondom, hogy az Európai Unió joga az megelőzi a nemzeti jogot, és hogyha a nemzeti jog ellentétes az európai joggal, akkor azt a nemzeti jogszabályt, vagy egyéb jogi eszközt, jogegységi határozatot a bíróság köteles figyelmen kívül hagyni, és egyébként, ha az európai jogot figyelmen kívül hagyja a bíróság, az viszont már kártérítési a bíróság kártérítési felelősségét megalapozhatja. De ez nagyon távoli, tehát eddig ne jussunk el. Én biztos vagyok benne, hogy a bíróságok ezt a jogszabályt, mert ez egy ugyanolyan jogszabály, mint a hazai jogszabály, ezt a jogszabályt alkalmazni fogják, át tudják azt látni, hogy mit mondott az Európai Unió bírósága, most is, és egyébként a korábbi ítéletekbe, és ennek megfelelően fogják elbírálni azt a kérdést, hogy az Európai Uniós jogszabályt kell alkalmazni, vagy a magyar jogszabályt kell alkalmazni. Mert azért azt látni kell, hogy ezek a jogegységi határozatok ezzel, amit 2014 óta ebbe a témába születtek, ez a helyettesítsük be, meg pótoljuk ki, meg számítsuk ki, meg tegyük oda, ez az egy világos és egyértelmű megfogalmazás feltételét nem feltétlenül eredményezi, vagy tesz leeleget, de ezt mindenképpen a bíróságoknak így kell alkalmazni, hogy a magyar jogszabályok az európai fogyasztóvédelmi irányelv hatáját, az európai fogyasztóvédelmi irányelv célját azt nem gyengíthetik. Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket, holnap is várjuk Önöket az Esti Mérlegben, viszontlátásra!